Sziasztok, ez itt az indiai invázió 7. epizódja, és pontosan onnan folytatjuk, ahol legutóbb abba hagytuk. Ugye az volt a problémánk az előző részben, hogy nem nagyon tudunk merrefelé terjeszkedni, nem tudunk kit megtámadni, és aztán a rész végén jött egy reménysugár, miszerint Mahua ellen becsatlakozna Jaanpur, amennyiben adunk neki területet. Na most akkor ugye meg kéne küzdenünk Malvával, Sirhinddel, ami itt van, és Bundelkanddal, ami pedig itt. Nem, ez Bagelkand, akkor ez Bundelkand. Itt látok kommentben, hogy szerintetek én elbánnék velük egyedül is. Ebben nem vagyok olyan biztos, köszönöm szépen a mindenképpen, hogy bíztok bennem, de én behívom Jaanpurt, és megtámadom, mert jelen pillanatban ezt látom az egyetlen esélyt arra, vagy ezt az esélyt látom arra, hogy hát, hogy igazából bármer haladjunk is itt ebben a történetben tovább. 6-os, development 8-as, 6-os, 8-as, legyen Mandasaur, vagy micsoda a Vorgol, már csak azért is, mert Revakantán egy erőd található. Jó, támadjuk meg, ugye mi most gyakorlatozunk, viszont ben vagyunk az országunk belsejében, itt nem nagyon fog tudni átjönni, ha minden igaz, ezt is bekapcsoljuk, 29-e van szerencsére, tehát jövő hónapban pont lesz váltás. Eddig fog tudni eljönni, eddig a vonalig. Ugye nem fog tudni átjönni itt, Bundinál, mert mind a két erőt fogja Bundit. Nem tud átjönni, hogyha kér Gujarattól hozzá frisst, akkor ott át tud jönni, de amúgy nem tudna átjönni Mewarnál. Mewarig tudna jönni, hiszen Chittor fogja Mewart. Reméljük a legjobbakat. És az a terv amúgy, hogy mi Sirhinddel addig dílelünk, amíg Jaanpur pedig megtámadja Mahuát. Vagy amíg Mahua ostromolja az erődöket, whatever. Ha ez a háború nem jön be, akkor valószínűleg game over. Tehát ez szinte biztosra vehető, és akkor Mandasaur. Jó. 1, 2, Maier is meg is van. Az a jó, hogy Mahua látszólag küzd, lázadókkal küzdött. Az összesen az erőnk ugye sokkal nagyobb. Hát olyan 10x ezer gyalogossal többen vagyunk. Fel tudunk-e jönni? Nem. Delhi nem engedi. Viszont ha Delhi nem engedi minket felmenni, akkor Sirhindet se engedi lejönni, ami akár tök jó is lehet nekünk. És kérdés, hát igen, nem tudunk se, hogy feljutni. Maximum így kör, nem tudunk. Tehát Delhi abszolút körbe fogja. Így tudnánk körülvenni. Hát Szinden, Afganisztánon és Ladakon. Elnézést hangom miatt, még mindig kicsit betegeskedek. De hát a show-nak mennie kell tovább, ahogy mondani szokás. És akkor lássuk ezt a háborút. Ugye pénzünk nem nagyon van. Tudunk-e valamit kérni esetleg? Tudunk Rajput regimenteket kérni. Ami ugye egyet fog jelenteni. Vagy pedig 27 dukátért 5 disziplinát és plusz 10 land fire damage-et a Rajput regimenteknek, amiből nekünk van 2. Force Immediate maximum vagyunk, úgyhogy akkor tényleg azért se kéne kérni Rajput regimentet. Jó, stabilitásunk mínuszban van sajnos, és tudnánk egy új ideát vásárolni, Manpower Recovery Speed, viszont inkább rámennék arra, hogy legyen ágyunk minél hamarabb, mert az elég király dolog. Kevésbé hangzik hülyén utána a csata. Na, esetleg arra vagyok kíváncsi, hogy mikor fog Sirhind kérni hozzáférést Delhitől, mert szerintem fog. Egyszer csak egy pontom. És az arra is, hogy tudom... Aha, special interest beraktam Sirhindet, most már kapok mindenről hírt, amit Sirhindet érinti. És akkor ezt is update-eljük. Ez. Na, sokkal jobban néz ki. Akkor mégiscsak ide jövünk, bevárjuk itt a... Hát az ellenségeinket leginkább. Vagy egyesítsük erőinket. Ugye nekünk Revakantát kéne ostromolni elsősorban. Mert hogy
arra felé van a vorgólunk, és ugye tudják a mi szövetségeseink, ami Baglana, hogy csatlakozni kő. Mert jó irányba indult el a barátom, de át is tudsz-e jönni ez a kérdés. Na, és itt ráállunk, ez egy hegység. Ami nekünk amúgy ideális. Hát nem ideális, az első ez a Grasslands lenne. De nem olyan rossz. Na, tehát mi innen elindultunk, és ott már is lesz egy csata, amit simán el fog veszteni, mert Sirhind átjött. Sirhind átjött Delhin. Sirhind nem jöhetett volna át Delhin, de Sirhind átjött Delhin. Gives military access to Mawa. Ja, Mawa kért hozzáférést, aha. Tehát most már akár fel tudnánk menni, és be tudnánk foglalni Sirhindet. Csak akkor feladnánk a Revakantai csatát, vagyis az ostromot. A trükk az, hogy jó lenne hamar kivenni háborúból Sirhindet. Viszont ezt az ostromot is jó lenne gyorsan megnyerni. Na hát, ha ők is ostromolnak, és akkor nyerjen az, aki gyorsabban ostromol. Erőd eszembe, rakjunk már ezekre Spy Networköt rád is. Meg rád is, és akkor kicsit tudjuk gyorsítani az ostromokat. Nagyon minimálisan, de tudjuk. Jó, a Tészakon Zsámpur összeszedte mind a 22-25 ezer emberét. Nálunk is 19-en vagyunk. És Mawa pedig 28-an vannak összesen Mawaik, de abból Mawa csak 17, amennyit ott láthatunk. Ami mindig ennek az ostromnak a folytatásával van elfoglalva. Mi jó hír. Zúzunk már át ide, ezt foglaljuk be, mert hogy mégis a vorgol, és minél tovább irányítjuk, vagyis miénk a vorgol, annál jobb lesz nekünk. Kösz, Bagelkand, ja Bagelkand nem, volt semmi, azt hittem, hogy Bagelkand a mi, azt hittem ez a mi emberünk izéke, Baglana, de nem, Baglana csatlakozott itt hozzánk, és ő neki meg biztos az van kiadva, hogy do whatever you want, bro. Dylan, hogy elég komoly háború zajlik. Ha zajlott, úgy tűnik véget ért. Pedig Villeneuve tuti háborúban volt, méghozzá Bachmanisszal, le is járt a béke, akkor mi volt a béke? Vagyis le is járt a... meg is kezdődött a trusz. Vesztett területet Villeneuve. Hát az para! Mert Villeneuve az a haverunk. Az nagyon-nagyon nem jó, hogy ő területeket vesztett. És megvan a Wargoal, Nem nagyon tudja egyesíteni a hadseregeit, úgy látom. Az a két szövetséges Mawa és Sirhind. Ami miatt még aggondom kell, az az Aggressive Expansion. Jelenleg ez mínusz 22-n van. A legrosszabb esetben mínusz 23. És kettővel megy le kb. Havonta, tehát egy hamar nem fog itt lecsökkenni drasztikusan. Ha itt megvan ez az ostrom, akkor mégiscsak ide jövünk, és Girdet ostromoljuk meg, mert arra az erődre is szükségem van. És nem akarom, hogy azt Zsámpur befoglalja, mert úgy sanszos, hogy befoglalná. Sőt, lehet, hogy ez egy... Nem küldöm oda. Ott van a Mawai egyik hadsereg. Ott meg a másik. Ott meg lesz egy csata. Nem lesz csata, viszont az elefántok nagyon fenyegetően jönnek. Nincs meg az ostrom, remek. Hogy állunk amúgy miltekben? 6, 5, remek. 6. Szóval egyedül Zsámpur van lemaradva, szövetségesünk. Kiváló. National Rest. Tehát vehetünk, vagy Missionary Strength. Missionary Strength-et tökre nincs. Várjátok. Ja, de van szükségünk. Tökre van szükségünk. Kösz. Jó arc vagy. Na. Gyerünk, vegyük be. Ott lesz egy csata. Lesz egy csata, és ez az 5-6 miltek különbség, tehát az 1 miltek különbség, az nagyon kellemetlen. Megvan Revakavanta, vagy minek az ostrom, akkor mehetünk Girdre. De úgy, hogy lehetőleg útközben ne kapjanak el az elefántok. Közben Patna akar a feleségünk lenni. Oda kéne élni Girdbe, mielőtt valaki másra áll. Ez így elég fontos lenne. De itt viszont ez a csata, ez szintén fontos. Vajon elérjük? Hát ez esélytelen. Főleg, hogy ott jön az utánpótlás. Aha, jó.
Jó, ez egy jó kör volt. De nézzük a jó oldalát. Már 35%-on van a war score. Tehát most el tudnánk már kérni egy nagy semmit. És az a Zsámpúr meggyűlölne minket. De miért? Semmi hazosat nem csináltam még, Zsámpúr. Egy csomó emberedet így beküldre a húsdarálóba, és ennyi. Semmi más nem csinálta. Jól meg elfogadta a fővárost. Whatev. Patnoráltam, vagy Zsákándra? Amúgy nem bánnám, hogyha valaki mondjuk akár Bachmannisra támadna Malvára, kicsit megkönnyítendő a dolgomat, de hát nem mintha akkor feladná ezt a dolgot. Akkor is erre nem háborúzna Malvá, tehát esélytelen őt innentől kezdve elküldeni, hogy másfelé nézelődjön. Egyébként kijött az 1.27-es patch, és nagyon hamar jött ki. Tehát nem tudom, egy hónapja jelent meg az 1.26? Lengyelország, Poland patchnek hívják, és hát van benne pár apróság. Igazából ez most tényleg nem több egy content patchnél. Kapott Lengyelország, Litvánia, a románok, meg a tatárok új missionöket, és még kicsit azt hiszem a térképet frissítették ott a Kelet-Európában, meg az esztétek lettek rebalanszolva, vagy ami ilyesmi történt vele. Lényeg, hogy ez még nem azon a patchen játszódik, ez a most, ami történik, de elméletileg át lehet majd állni erre a patchre, anélkül, az 1.26-ból, anélkül, hogy elveszítenénk a mentést. Tehát elvileg működnek az 1.26-os mentések az 1.27-tel, erre sor kerül jövő hét hétfőn, és akkor megtudjuk, hogy tényleg így van-e. Most kivételesen nem is lesz amúgy új videó a patchről. Most amúgy úgy se dödönik semmi, tehát azért tudok ilyenekről mesélni. Látjátok, várjuk az ostromot, ezt az ostromot is, azt az ostromot is, amaz az ostromot is, minden ostromot is. Tehát kivételesen nem lesz külön videó az új patchről, majd hogyha véget ér mondjuk a Banács Britanniája, akkor utána csinálok egy külön videót arról, hogy mégis mi van az 1.27-ben. Egyrészt nem túl érdekes az a patch, nincsenek benne olyan hűden nagy újdonságok, mint mondjuk a japán patchben voltak annak idén, vagy a Magyarország patchben. Azt hiszem a Magyarország patchről is készült videó, mert az még meg az előtt volt. Megvan Gildostroma, jó. És vissza is esett a warscore-unk ennek ellenére, mert elvesztettük a fővárost, Mandut. Én most azt mondom, hogy menjünk be Sziakba. Hogyha Sziakot kivesszük a háborúból, akkor rögtön egy 6000 fővel kevesebb lesz az, akivel meg kell küzdenünk. Vegyék vissza a Vorgolt, álljanak rá Revar Kanta ostromára, Guild ostromára, el lesznek vala egy darabig valószínűleg, mert azok kettes erődök, a Szind, vagy melyik ez, a Sziakotos erőd meg hármas. De már oda felment, viszont félek, hogy az fel fogja adni azt az ostromot. Úgyhogy ezért nem feltétlenül gond, hogy mi is felmegyünk oda ostromolni. Besegítünk az ostromba, de jön velünk az egész szomszédság. Miért? Ó, közben végzett Zsámpúr a Bagelkant beintegrálásával. Érdekes. Határozottan érdekes. Na most ez viszont nagyon sok ember itt egy hegyen, halmon. Ezt megvesszük. Legalább addig ott lootoljunk, vagy valami. Csak a 42-49%-on vannak az ostromok, mi pedig szintén 42-n, ez kicsit para. De ez meg egy 20.000 fős sereg, kik vannak itt még nálunk? Vagy velünk? Látjátok? Elment, ennyi volt. Ezt mondtam, elment egy pillanat alatt. Zsámpúr is itt van még. Vegyük be Kangrát. Kösz, Zsámpúr, az tök jó volt, hogy ott rátámadtál, most jobban halad az ostroma. Örülök, hogy lehet rád számítani ilyenekben. Nem baj, Kangrából szerzünk egy kis aranyot. Kicsit lootolunk. Hát nem sokat, tényleg nagyon kicsit, egy aranyot. De hát sok kicsit sokra megy, aztán meg lejövünk délre, és megpróbáljuk megverni ezt a mávai sírindi sereget. Sírindi. Vagy ezt... De már 7%-on van. Fuck off. Próbáljuk megverni.
Miről beszéltem? 1.27. Nem lesz róla videó, de hogyha végétől a Balázs bitani, akkor talán lesz róla videó. Igen, ez igazából... Ez az összes mondani valóm ezzel kapcsolatban. És hogy... Hát azért van para. A GCPDR para az így él. De hogyha nem tudjátok ez micsoda, akkor elmondom az esti részben. Kicsit összeretlenül, de beszélünk az esti Balázs bitaniájában arról, hogy kicsit nehezebb, vagyis most problémásnak tűnik a játék régebbi verziójával játszani. Visszatekerni a régebbi verzióra, ami eddig tök egyszerűen ment. Ó, az jó lesz. És megvan az ostrom, ami azt jelenti, hogy kibékítjük, ő kikerül a háborúból, és mindenki boldog, kapunk 25 aranyat. És ő nem fogja tudni utánpótolni. Oh, yeah! És kérek még warrap-et, és azt már nem adja. Jó, oké, nem vagyok tehetetlen, ennyit kérek. Jó! Elvágtuk az utánpótlásától. Zseniális. Oké, nézzük, mit mi történik. Ezt megnyerik, ezt a csatát, ez easy. És... még azt is csinálnám... most ha itt konszolidálom, akkor elveszítek 2,5 regimentet, sőt... 3-at, 4-et? Elég kevesen maradunk. De visszaszerezzük a Warscore-t, és visszaszerezzük a Warscore-t, azzal visszaszerezzük a Wargold-t és a fővárost. És közben pedig ez becsatlakozik. Transoxianer rá fog támadni az üzbégekre. RIP üzbégek, vagy nem is tudom. Ja, valószínűleg RIP üzbégek, üzgébek. Lesz lázadás? Multán. Ó, azok itt vannak, ha minden igaz. Feladták Gildostromát, ez az! De akkor miért esett le 8%-ra a Warscore? Azt értem. Vienegen már nem nagy hatalom, para. Szóval ezt nem igazán értem, hogy most miért ilyen alacsony, de már legalább low az enthusiasmük. Visszavesszük a fővárost, vagy bevesszük a fővárost, és gyakorlatilag vége a háborúnak. Szerintem majdnem, hogy végeztünk onnantól kezdve a háborúval. A főváros ugye pici, úgyhogy egyes erőd, úgyhogy nem nagyon kell oda hatalmas hadsereg, sőt, még ez is sok, mert... Attrition. Sokan állnak rajtunk. Nem a mi hadseregünk nagy, hanem az mindenki másé. Most folyamatosan veszíti el itt a területeket Jampur, ami nekünk kiváló hír. Viszont ők nem örülnének egy ilyen békének. Mennyire nem? 20-ra nem. És 5-tel tudjuk növelni. Ajaj. Unhappy as among the Ortizians. Fuck you. Jó, akkor pénzt veszítsünk. Miért ne? És ki az, aki most nagyon boldog lett? A vásíjások? Azért meg nem adnak semmit. Limited war support. Vortexes. Ja. Ingyen vortex. Az jó hír. És... Mill support, pénz kéne, hogy őszinte legyek. Jó, jön egy kis pénz. 78, az nem most lesz. Jó, jön egy kis pénz. Hát, 20 aranyat nem olyan könnyű szerezni, akkor az lesz, hogy felveszünk hitelt a zsájnok által. Ha úgyis fel kell venni már hitelt, akkor vegyük föl így. És majd, hát majd visszafizetjük a war cuccból, háborús bevételből. Jó, mennyi van még itt? 1.85-t nyerünk havonta, az jó pénz. Kicsit csökkentjük a kiadásainkat. És mindkét diplomatánk lebukott, de para. Hát akkor gyertek haza. Sok értelme nincs maradni. Jó, a manpowerünk nagyon jól áll. Hál' Istennek, ez teljesen rendben van. Hát nem nagyon jól, de ahhoz képest kifejezetten jól áll. Még itt egyet maradunk. What? Shampoo kilépett a háborúból.
White Peace. Ez nem olyan rossz hír, mint amire elsőnek tűnik, mert ha minden igaz, még a barátunk. Mewar és Mewat. Igen. Igen, a barátunk még Jampur, viszont nem kell neki pénzt adnunk, meg semmit adnunk. És akkor most akár ki is békülhetnénk amúgy. Jösszétek csak. De még Girdet... Girdet még elkérném. Vagy pénzt. Pénz mindenképpen kell. Annyiban rossz hír, hogy... Hát nem is tudom, 20 000-en vagyunk, most ugye eléggé leegyszerűsített a helyzet. Nagyjából egyenlőek az erőviszonyok. És ha ezt bevennénk a fővárost, az nagyon-nagyon jó lenne. Grasslands-en van, tehát jól tudnánk védekezni, hogyha itt ránk jön ez a két, ez a kb. 20 000 főnyi ember. Viszont nincsen egyszerűen... Nincsen egyszerűen semmi extra. Mission Strength, 4 Defense, Vishru. Ha váltanánk ilyen cuccost... Nem, valakinél lehet váltani. Patron Dietit. De most váltottunk. Franc. Pedig most nagyon jól jönne egy plusz a disziplina. Patron Dieti. Na most kérdés, hogy ők... Megpróbálják visszaszerezni a területeiket, vagy pedig... Megpróbálnak megverni minket. Meglátjuk, ha megpróbálnak Girdet visszafoglalni, az tök jó, mert akkor lesz elég időnk, hogy bevegyük Mandut. Ha pedig jönnek nekünk, akkor kivárunk még egy tikket, meg talán egy, ez hány nap még, ez a phase 15, addig lehet, hogy ide érnének. Te mikor érnél ide? Nem. Akkor az a lényeg, hogy mire ezek közelbe érnek, már meg ez a következő tik, és nagyon nagy szerencsével be tudnánk venni. 14% állnak a falak, azért nagy reményem nincs, de hát ha. Ráad Girdre, az jó. Az nagyon jó. 21% állnak a falak. És most előnyben vagyunk. Most abszolút előnyben vagyunk, hiszen ő egyébként nem fog megtámadni. Ő viszont Gildosámával van elfoglalva. És ez mínusz 49-ről indul. Nincs az Isten, hogy hamarabb befejezze, mint mi. 35% mínusz 42. Van az Isten, mert mínusz 35 az egy hónap. 21, 14, 7, 0, 7. Leghamarabb 7 cucc kéne neki ahhoz, hogy eljusson ahhoz, hogy bevehesse. Viszont vannak dupla dobások. Tehát 3 és, akár 3 és fél tikken belül bocsánat, 3,5 tikken belül bevehetné. De, ami 4 tik. De, és 4 tik alatt elképzelhető, hogy mi mondjuk csak 78-ig jutunk ezzel az ostrommal. De nem, meg lesz. No para. 57, jó van, haladunk. Minusz 35. Amíg mínuszban van, addig jó. És közben növekszik a war score is, hiszen milyen a war goal. 57, a falak még állnak sajnos. És fontosan fogy a pénzünk. Gyerünk. Ez az! Megvan Mandu, felment 64%-ra! Azt a rohadt! És ez még senkit nem zavar. Oké. Ezekre a területekre van claimünk. Két embert zavar. És elfogadná. 206 pont, tehát meg is tudnánk venni. Ezeket... Ez már több embert zavar, és ezt nem is fogadná el. Ugye az a helyzet, hogy itt elég gazdag területek vannak, amiket mi pont nem érünk el. De ez a Mandu, ez nagyon jó lenne. Most ha nem kérem ezt, hanem csak Mandut, azt se fogadja el, és az is elég sok embert felbosszant. De nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elfogadja. Most ha ezzel átmegyünk ide, Bilszába, és azt is bevesszük, 64%, ne felejtjétek, folyamatosan növekszik a war score-unk. 65-re fel fog menni a következő hónapban. Még nem breachelt az izésem. A falak nem breacheltek. Tehát Bilszát simán be tudjuk venni, sőt, Handiát is be tudjuk venni szerintem. Amik megint növekszik, látjátok, 65% megint növelik a war score-t.
Ami igazán problémás, az most az aggressive expansion és a pénz, ami ugye fontosan fogy. Már ezt elfogadnák, ezt a békét. Na, ki menne bele a koalícióba? Mewat, Gujarat, Delhi, Malwa, akivel békénk van, és Sirhind, akivel békénk van, tehát igazából Mewat, Gujarat, Delhi és Sindh. Ami para, mert az tök sok ember. És ha nem ezt kérem, hanem ezt mondja, hogy a Chandrai-ra van klémünk. Ugye van rá klémünk? Erre a négyre van klémünk. Igen. És a Mandut kérnénk még pluszba. Az már is kevesebb embert zavar. Nem, pont ugyanannyit. De kisebb mértékben. Az nyilvánvaló, hogy most nem fogjuk kibírni ezt a... ezt az egészet úgy, hogy most hóvégig, és nem is nagyon, vagy évvégig, és nem is nagyon segítene rajtunk. Mewat, Delhi, Gujarat, Malwa, Sindh, Sirhind. Sirhind és Malwa nem számít. Marad Mewat, Delhi, Gujarat és Sindh. Sindh bajban van, Delhi nincs bajban, Gujarat nincs, tehát ez a három, ez elég para. Na most, ha nem kérjük el ezt a területet, akkor már is igazából még mindig elég sokan vannak. Már nem vagyok biztos ebben a négyes szabályban, amit régen előszeretettel hangoztattam, hogy négy ez, meg négy az kell ahhoz, hogy ez meg az legyen. Lehet, hogy Girdet nem kéne elkérnünk, hanem így. Ó, ez még több. Akkor így. Így. Ez meg ugyanaz. Mert hogy Girdel növekedne a határunk Jampúra, és egy olyan területet szereznénk meg, amit ő is szeretne. Vagyis igen, ő is szeretne. Ez 5-ös development, ez 10-es development Bissa. Hogyha ezt így, hát az meg végképp mindenkinek. Tök ideg lenne mindenki tőle. Nem, ugyanazokra az emberekről beszélünk. Ugyanazok. Ha minden igaz, most megvannak 2, 4, 6-an, és ebből ketten nem tudnak ellene becsadagozni egy koalícióba, de a koalíció megalakulna ettől függetlenül. Eléggé parázok a koalíciótól. Ha így kérjük, az is. Tehát úgy látszik, ezt a koalíciót ezt nem fogjuk megúszni. És ha így, 73 az is. 55. Nézzétek meg, ha mínusz 55-öt kapunk, vagy 55-ös aggressive expansion-t, akkor is ott van a koalíció. 2, 4, 5 ember. Simán meg fog alakulni a koalíció. És ezek simán meg fognak támadni. Mert egy Jampur és egy Vianagar véd meg összesen. És ezeket, akkor ugye csak 44, de akkor nem kapjuk meg Mandut, ami nagyon-nagyon gazdag terület. Hú, az nagyon gazdag terület. És a 44 az még tartható is lenne. 63. Ezzel nyernénk mennyi developmentet? 6, 14, 20, 28, és csak ez Mandu magában 18 lenne. 18 development. Wow. A greed küzd bennem. Ezt hogy mondják? Na mindegy. Szóval, hogy ja, el tudnánk kérni. Vagy mondhatnánk neki, hogy engedjen el bizonyos területeket, de szerintem azok egyik sem segítene. Bundelkand, Garha, tök sok dipló, nem is olyan sok diplópont, de hogy ja, Kapi, ezekkel nem vagyunk beljebb, mert hogy egyik sem a mi oldalunkon van. Ha Garpit mondanánk, hogy engedje el, akkor ugye az annyiban lenne jó, hogy gyakorlatilag megfeleznénk az országát. Tehát elvennénk részeket, és nekünk lenne Garpi, vagy Garhára szomszédos területünk. Jó, mindegy. Én nem fogja a következő részben a béke megkötésével, addig gondolkozom rajta, hogy mi legyen. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!